100 milliárdokból fejlődhet tovább a megye, a következő 7 évben is a munkahely megőrzés és teremtés lesz a legfontosabb feladat. Fejlesztések Nyíregyházán, 3 új körforgalom készült el idén, megújult a Kállai ház és több helyen a csapadékvíz elvezetés is megoldódott a városban. Gyenge alma szezon, csupán fele annyi termést regisztráltak idén, mint az elmúlt években. A következő 2 évben lehet még megvalósítani az előző Európai Uniós fejlesztési időszak során nyertes pályázatokat. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. A megye a következő 2021 és 27 közötti uniós ciklusban akár 500 milliárd forintot is fordíthat fejlesztésekre a különféle programok keretében. A fő cél továbbra is a munkahely megőrzés és teremtés marad. Nagy próbatétel volt az elmúlt év Szabolcs-Szatmár-Berek számára is, így értékelte 2020-at a megyei közgyűlés elnöke. Térségünkben a munkanélküliek számának növekedése kevésbé jelentkezett, mint az ország más részein, de adódtak egyéb megoldandó feladatok. A járványhelyzet leginkább a korábbi pályázatok nyilvános rendezvényeire nyomta rá a bélyegét, amelyeket tavasszal nem tudtak megtartani. Nyáron igyekeztek ezeket bepótolni, ősztől pedig már online formában monyolították le az eseményeket. Jelenleg több olyan pályázat is fut, amely még a 2020-ig tartó Európai Uniós ciklus forrásaiból valósul meg, ezeket 2022-ig kell befejezni. Az új évben elindulhat a kivitelezés egy bölcsödefejlesztési programban, 5 milliárd forintból szennyvízelvezető rendszert építhetnek ki, megvalósítás alatt áll emellett több helyen is körzeti orvosi rendelők, óvodák és utak felújítása. Ugyancsak az előző 7 éves fejlesztési periódus terhére történik a megyei foglalkoztatási paktum újabb 1,6 milliárd forintos munkahely megőrzést és teremtés szolgáló programja. Most 146 milliárd forint értékű lekötött támogatási szerződéssel lekötött programunk van, de ez a még futó igénylések alapján felmehet egészen talán még 190 milliárd forintig is. Ebben benne vannak a nyíregyházi megvalósított programok is. Most már sok esetben Nyíregyházával együtt számolunk, hiszen a következő 7 évben a versenyképes Magyarországért operatív program esetében a megyei közgyűlés fogja meghozni a Nyíregyházán szükséges fejlesztési forrásokról szóló döntéseket is. 2021 és 27 között mintegy 150 milliárd forintos indikatív forráskerettel számol a megye az új operatív program keretében, ennek kormányzati egyeztetése még folyik. Emellett szintén jelentős összeget jelenthet az Európai Újjáépítési Alap, ahogy környezetvédelmi, iskolafelújítási, vállalkozásfejlesztési programok forrásaiból is részesülhet a megye. Összességében akár az 500 milliárdot is elérhetik a fejlesztésre fordítható pénzek a következő ciklusban. Tervezés alatt áll már a megye fejlesztési koncepciója, amely a közgyűlés jóváhagyása után márciusra ölthet végleges formát. Ez alapján készül az integrált területfejlesztési program, és utána jelennek meg a pályázatok. Kiírásokra azonban addig sem kell várni. Nem tűr halasztást a munkahelyteremtést, a munkahelymegőrzés. Január elején már ki tudunk írni egy munkaügyi paktum pályázatot. Ennek a forráskerete a következő 7 évre, amit biztosan tudunk, több mint 9 milliárd forint, és ez már jövő év elején feltehetőleg a teljes összeget, lehetséges, hogy két részletben, de biztos, hogy 5 milliárdot meghaladó forráskerettel már januárban ki tudjuk írni ezt a fontos eszközt, ugyanakkor tudjuk, hogy a következő 7 évben több mint 9 milliárd forint áll munkahelyteremtés, munkahely megőrzés, képzés, átképzés, továbbképzés címén a rendelkezésünkre. A következő 7 évben a munkahelyek megőrzése és újak teremtése mellett az egészségügyi, oktatási, közösségi intézmények és szolgáltatások felújítása, továbbá közösségi terek kialakítása a cél annak érdekében, hogy megálljon a megyéből történő elvándorlás, vagy akár visszaforduljon ez a folyamat. Tovább folytatódott az atlétikai centrum építése, 3 új körforgalom létesült, és több helyen a csapadékvíz elvezetés is megoldódott idén Nyíregyházán. A belváros szívében a Bencz úr és Bessenyei terek, valamint a Kállai ház felújítása történt meg, utóbbiban egy példa nélküli várostörténeti kiállítás is megnyílt. Február elején fogadták el Nyíregyháza idei költségvetését, egy hónap után azonban már el is kellett kezdeni az átdolgozását.
A hazánkba márciusban berobbanó koronavírus járvány ugyanis jócskán keresztül húzta az önkormányzat számításait. A módosított büdzsét végül júniusban hagyta jóvá a közgyűlés, az ebben foglaltakat pedig tudta is teljesíteni a városvezetés. A betervezett fejlesztések így 2020-ban is folytatódtak a megyeszékhelyen, a legnagyobb beruházás az atlétikai centrum építése volt, amely még nem is ért a végére. Ami elkezdődött igazából tavaly nyáron, júniusban, és jövő év március végére minden jó megy el is készül. Ez egy nagyon fontos beruházás, aki ismerte a régi NYVSC pályát, tudja, hogy milyen lehetetlen körülmények voltak már ott. Hozzáteszem, az nem is volt a város, az önkormányzat tulajdona, meg kellett szerezni, és hát ez egy közel 7 milliárdos beruházást jelent, és egy nagyon modern atlétikai centrum lesz, ami nem csak Nyíregyházának, országosan is egy új lehetőségeket nyit majd. A közlekedési infrastruktúra fejlesztése sem állt meg a városban, újabb csomópontok átépítésével és 3 körforgalom létesítésével. Az egyik ilyen a Korányi Frigyes utcán készült el, a másik 2 pedig a Család utca és a Belső körút, illetve a Család és Szalag utca találkozásánál. Az utak állapotát javító beruházások mindeközben a belvárosban is zajlottak. A Bencz úr Bessenyei téri felújítás, elkészültek a díszburkolatos járdák mindkét park körül, illetve az útfelújítás is. Már nyáron átadtuk a Kállai kúriát, meg is nyílt a kiállítás, ott egy várostörténeti kiállítás, ami soha nem volt még Nyíregyházán, 250 négyzetméteren, és a korábbi 120 négyzetméteren összezsúfolt, és hát már az állagát is, a gyűjtemény állagát is veszélyeztető raktára Kállai gyűjtemény átkerült egy 1200 négyzetméteres területre. Új utakat 2 helyen tudtak építeni a városban, Kisteleki Szőlőben és Oroson, a lakosok együttműködésével. A kevésbé látványos beruházások sorából pedig a több éve tartó csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos fejlesztések befejezését emelte ki a polgármester, régóta húzódó problémát megoldva Nyírszőlős határában, Kisteleki Szőlőben és Borbányán. A tavaszi fagykár és a júniusi esőzések miatt fele annyi alma termett meg idén, mint az elmúlt években. A mennyiség és minőség romlás az árakon is látszik. Egyes fajták közel másfélszeresére drágultak. Készlethiány azonban ennek ellenére sem alakult ki. A koronavírus miatt ugyanis jelentős keresletcsökkenés volt tapasztalható. Magyarországon Szabolcs-Szatmár-Bereg megye számít a legjelentősebb almatermővidéknek. A szabolcsi almát a léjüzemek mellett számos más területen dolgozzák fel országszerte. Egy átlagos évben a hűtő, a konzerv, a szárítóipar vagy éppen a pálinka ágazat összesen 50-70 ezer tonna gyümölcsöt igényel. A 2020-as szezon után vélhetően ezeknek a szektoroknak is nagy kihívásokkal kell szembenézniük, miután idén az alma termés hozama jelentősen elmaradt az elmúlt évek átlagától. Nagyon nagy volt a júniusi tisztuló hullás. Elsősorban Szabolcs megyében ez a május közepi fagy okozott nagyon jelentős további termésveszteségeket. Mindezek eredője az volt, hogy már júniusban a természetes tisztuló hullás után látszott, hogy nem fogjuk elérni a várt vagy remélt 500 ezer tonna körüli gyenge közepes termés helyett a 400 ezer tonnát sem. Majd ezt aztán még bizonyos káresemények értve alatta jelentős részben a júniusi csapadékos, hűvös, borult időjárást, ami tovább fokozta a gyengén kötődő gyümölcsök hullását. Ezen csapadékos, borult júniusi időjárás adta meg a kegyelemdöfést az alma termésnek. Emiatt már a szüret előtt az volt előrevetíthető, hogy csupán 300-350 ezer tonna alma teremhet meg idén. A mennyiség mellett a minőség is elmaradt a szokásostól. A léüzemek jelentése szerint a gyümölcsök nagy része az átlagosnál alacsonyabb szárazanyag és cukortartalommal, valamint nagyobb savtartalommal rendelkezett. Az őszi esőzések miatt ráadásul sok helyen késett a szüret, így egyes fajták termése túlérett, amelyet étkezési almaként már nem lehetett értékesíteni. Jelentős készlethiány ennek ellenére sem alakult ki, a vendéglátó egységek ugyanis a korlátozások miatt jóval kevesebbet rendeltek.
A kereskedők és a tészek arról számolnak be az étkezési alma frontján, hogy ahogyan sejtettük, viszonylag gyenge volt az idei termés, most viszont a betárolt készletek a tavainál kedvezőbb képet mutatnak, aminek nem az az oka, hogy a tavainál nagyobb étkezési alma termés lett volna, vagy hogy a vártnál sokkal több alma termett, hanem az, hogy a tavalyi év azonos időszakához képest sokkal gyengébb a kereslet, sokkal gyengébb a fogyás. 30-50%-kal kevesebb étkezési alma fogy a kereskedők beszámolói szerint, mint egy átlagos évben, aminek részben, és azt gondolom inkább kisebb részben az az oka, hogy viszonylag magas az alma fogyasztói ára. Az elmúlt egy év ugyanis jelentős, több mint 40%-os drágulást eredményezett. Egy közepes termőévben 300 és 400 forint között alakul a fogyasztói ár, ezekben a hónapokban azonban a legtöbb helyen csak 500 forint felett lehet hozzájutni 1 kg almához. A fajták viszonylatában egyébként mostanában a Golden és a Gála található meg leggyakrabban a boltok polcain. Jóval nehezebb hozzájutni viszont a szintén népszerű Jonagoldhoz és Idaredhez. Ezek a fajták kevésbé tudtak alkalmazkodni a szélsőséges időjáráshoz. Határátlépéskor szűrések elvégzése és mintavételi pontok kialakítása, többek között ezek voltak a mentőszolgálat új feladatai a koronavírus elleni védekezés során. 2020-ban fejlesztették a gépjármű és eszközparkot több 100 millió forint értékben, jövőre pedig a mentőállomások felújítását tűzte ki célul az Országos Mentőszolgálat Észak-Alföldi Regionális Mentőszervezet. A 2020-as évet sokáig nem fogja elfelejteni az emberiség, különösen igaz ez az egészségügyben dolgozókra és a mentősökre. A tavaszi időszakot a koronavírus járvány elleni védekezés határozta meg. A világjárvány miatt az Országos Mentőszolgálat Észak-Alföldi Szervezete is számos új feladatot kapott a havi közel 7000 mentés mellé. A régió területén mind az ukrán, mind a román határszakaszokon részt vettek a mentőszolgálat munkatársai, ugye a beléptetéskor kapcsolatos szűrésekben részt vettünk, és mai napig is végezzük a mintavételezési eljárásokat a betegek lakásán, illetve a kialakított mintavételi pontokon. Ez is egy új feladat volt számunkra, hogy számos olyan úgynevezett statisztikus mintavételi pontot kellett létrehozni, ahol tudtuk fogadni ezeket a betegeket, illetve olyan mentesítő zónákat, olyan fertőtlenítő állomásokat kellett kialakítanunk az Országos Mentőszolgálat égisze alatt, ahol lehetővé vált ezen mentesítési folyamatoknak a mentőállomásoktól való függetlenítése. Úgyhogy ezek azok a újonnan megjelent feladatok, amelyek jelentős kihívás elé állították az Országos Mentőszolgálatot. Az új feladatok ellátása mellett a régió eszközparkjának fejlesztése sem állt meg. 6 új mentőgépjármű állt szolgálatba idén. Az egyik például Nyíllugoson. Ebben a járműben egy új, eddig nem használt technika is helyet kapott. Ez az ülőkocsi 250 kg súlyt bír el, amely nagy segítség a nehezen mozgó betegek szállításakor. De nem csak az autókat, hanem a mentés technikai eszközöket is fejlesztették. Számos monitor és új, korszerű lélegeztetőgépek is érkeztek a megyébe. Társadalmi adakozásból és alapítványi segítséggel pedig 3 új mellkas kompressziós újraélesztő készüléket is be tudtak szerezni a régió szakemberei. Az autó beszerzés az több 100 millió forint értéket képvisel. Maga például egy mellkas kompressziós készülék az egy 5 millió forintos értékrendszert képvisel. Egy ilyen korszerű lélegeztető gép az is 5-6 millió forint értékű, tehát a megyébe, Szabolcs megyébe ebben az értelemben a gépjárműparkot, eszközparkot és figyelembe véve ez 100 millió forint értékű, feletti értékű korszerűsítést jelent. Az elmúlt 10 évben teljesen lecserélték a mentőautókat a térségben, de a tervek szerint jövőre tovább bővül a gépjárműpark. A regionális mentőszervezet ugyanis új esetkocsik szolgálatba állítását tervezi. Folyamatos az egyeztetés az önkormányzatok és az Országos Mentőszolgálat igazgatósága között, így 2021-ben számos mentőállomás megújulhat Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében.
2020-ban többek között Móricz Zsigmond írói munkássága és a Szent László zarándokút Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szakasza is bekerült a megyei értéktárba. Ezekkel együtt a 2013 óta tartó értékőrző és népszerűsítő munka eredménye 133 elismerésre méltó személy és kulturális örökség a megyében. A lista jövőre tovább bővül, már vannak javaslatok a bizottság előtt. A pandémiás helyzet rányomta bélyegét 2020-ban a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értéktár munkájára is. Mind a javaslattevők, mind a bizottsági tagok aktivitása csökkent az előző évekhez képest. Nem csak az ülések száma lett jóval kevesebb, elmaradtak a korábbi években nagy népszerűségnek örvendő rendezvények és programok is. Külön kiemelném ugye a vetélkedő sorozatunkat, amely nagy sikerrel volt megrendezve minden évben, és ezzel pontosan azt a korosztályt céloztuk meg, aki utánunk következve majd ebbe az értékgyűjtő munkába reményeink szerint bekapcsolódik. Ez most ebbe az évbe kimaradt, de bízunk benne, hogy a következő évben ezeket mind tudjuk pótolni, de annak viszont örülünk, hogy így is érkeztek be javaslatok, és így is tudott bővülni a megyei értéktár, és most már 133 olyan értéket tartunk nyilván, amelyekre mind nagyon büszkék vagyunk. Legutóbb november közepén bővült a lista Makrai Zsuzsa Zománc művész tevékenységével, Dr. Pető Ferenc munkásságával, a Szent László Zarándokút Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szakaszával és a Hetefehércsei temető különálló családi temetőjével. A 2020-as év első ülését június 30-án tartotta a bizottság, akkor az újfehértói zsidó temető és az újfehértói csodarabbi sírja mellett Móricz Zsigmond írói munkássága is a megyei értéktár része lett. Már 2021-re is vannak tervei a szervezetnek, több javaslatról is tárgyaltak már. Szeretnénk a megyei értéktár részévé tenni az összes népiparművész is, akik Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében működnek, és azokat a népművészetmestereit is természetesen, akik megyei kötődésűek. Ez is folyamatban van ez a munka, de emellett még számos olyan értékjavaslat készül, amelyek reményeink szerint már akár a jövő év elején is a bizottság elé kerülhetnek. A korábbi évek tapasztalatai szerint a megye lakói szívesen tesznek ajánlásokat, évente átlagosan 15-20 értékkel bővül az értéktár. Idén ez a vírus miatt jóval kevesebb volt, de a bizottság reméli, hogy jövőre pótolni tudják az elmaradt üléseket. Míg a 19. század elején csak egy zöld ág díszítette a lakást, ma már a monumentális fényfüzérek is részét képezik a karácsonynak. A szenteste vacsorája alma, dió és mákos bobájka helyett ma már töltött káposzta, vegán ételek, de akár a tengeri herkentyű is megtalálható az asztalon. Az ünnep üzenete azonban nem változott, a karácsony a szeretetről és a békéről szól. A karácsony a kereszténység egyik legnagyobb ünnepe évszázadok óta. A régi hagyományok szerint karácsony előtt a lakást rendbe tették a családok, az asszonyok takarítottak és főztek, a férfiak sepregettek és az istállót rendezték, hiszen vendéget vártak a születendő kisdedet. A karácsony előtti külső-belső testi-lelki megtisztulás mai szerves része a karácsonynak. Ünnep alkalmával mindig a legszebb házi szőttes abrosszal terítették le az asztalt, és ehhez kapcsolódtak olyan szokások is, hogy az abrosz alá vagy az abrosz tetejére pálszem szalmát, illetve gabona magvakat is tettek annak reményében, hogy a következő évben jó termés legyen, és aztán utána ezt a jószágnak adták, de voltak olyan vidékek a megyénkben is, vagy olyan települések, ahol az asztal alá tették a szalmát, ami a Jézus születését, a betlehemi istállót jelképezte. Az ünnepi időszak a böjttel kezdődött, majd a karácsonyi vacsorán előkerült a passzúj és a mákos bobájka. Mindkét ételt azért fogyasztották, hogy a következő év sok pénzt hozzon a házhoz. A középkorban ez volt az év zárása is, ezért itt jelennek meg azok a szokások, amelyek ma már inkább az új évhez kapcsolódnak. Szatmári területen az alma, a dió és a sütőtök is ezért volt jelen az ünnepi asztalon. Ma már elképzelhetetlen az ünnep karácsonyfa nélkül, korábban azonban ez sem így volt. A 19.-20. század fordulójától kezdett el terjedni általánosan a karácsonyi fa állítás szokása, sőt a nyírségi területen ez eltolódott egészen az első világháború utáni időszakig, de ezt megelőzően nem karácsonyfát állították, hanem életfát, termőágat vittek be a szobába, és azt kötötték a mestergerendára, és ez jelképezte tulajdonképpen a zöld ággal. Ez is az új életnek a kezdetét.
Ezt először dióval, apró süteménnyel és almával díszítették, legfeljebb csúcsdíszként került rá egy angyalka. A gyerekek számára ez volt az ajándék. Ma már egyáltalán nem gyakorolják, pedig korábban népszerű volt a kántálás, amikor a fiatal fiúk házról házra jártak, és énekelve mondtak jó kívánságokat a falu lakóinak. A bennmaradást jelentő hetedik helyen tölti a téli szünetet a Nyíregyházi Teke klub együttese. Az NTK ősszel 5 meccset játszott a Szuperligában, és 2 győzelem mellett 3-szor szenvedtek vereséget Finta Zoltánék. A tervek szerint februárban folytatódik majd a bajnokság. Mind a tavasz, mind az ősz csonkára sikeredett a tekézők számára. Az előző bajnokság végeredmény nélkül ért véget a koronavírus járványnak köszönhetően, és az őszi fordulókat sem sikerült maradéktalanul megrendezni, mivel gyakorlatilag minden csapatnál produkáltak pozitív mintát a játékosok vagy vezetők. A legmagasabb osztály 12 csapatából 4 búcsúzik a szezon végén, így valamennyi meccsnek kiemelt jelentősége van. A nyíregyháziak 5-ször léptek össze a dobóállásba, és bár a 2 győzelem mellett 3-szor vereséget szenvedtek, bizakodva várhatják a folytatást. Sok-sok idegenbeli mérkőzésünk volt ebbe a csonka szezonba, és számunkra nagyon fontos volt, hogy Kazincbarcikán tudtunk diadalmoskodni, illetve az utolsó 7. fordulóba Csákányoroszlón is egy meglepetés győzelmet sikerült összehoznunk, így lépéselőnyben vagyunk a kieső zónához képest. Jelen pillanatban a 7. helyen posztol a csapat, több elmaradott mérkőzéssel, mint az átlag, úgyhogy mindenképpen úgy gondoljuk, hogy bizakodóan várjuk az elmaradt mérkőzések pótlását, és majd azt követően a tavaszi forduló megindulását. Azonban addig tovább folynak az edzések, és még talán majd januárban egy edzőmérkőzést majd tudunk a Debrecen csapatával oda-vissza majd megvívni, abban az esetben természetesen, hogyha majd a kormány feloldja a gyülekezési problémákat. Hát bízunk benne, hogy egy kicsit ennek tudatában, de mégis tudunk edzeni és készülni a beinduló következő félszezonra. Az Országos Szövetség a többi hazai sportági szövetséghez hasonlóan mindent elkövet azért, hogy befejeződhessenek a csapatbajnokságok. A szövetség feláldozza majd azt, hogy az országos egyéni versenyek elmaradjanak, amik általában május végén szoktak lenni, és azt talán elteszi majd a következő tél végére, illetve folyamatban van a Nemzetközi Teke Szövetségnél is, hogy a májusi szokásos világbajnokság is eltolódik, és hogyha ezek így tolódnak, akkor valóban, ha nem lesz különösebb vírushelyzet, akkor tényleg van reális esély arra, hogy abszolút befejeződhessen ez a bajnokság, és valóban egy teljes szezon tudjunk majd zárni. Úgyhogy a szövetség jelen pillanatban azt lehet mondani, hogy kivár, de az előjelek tükrében úgy gondoljuk, hogy komoly szansz van arra, hogy május végére egy komplett bajnokságot vívhatunk majd, és nagyon bízunk benne, hogy természetesen a végén örülhetünk, és nem leszünk benne a 4 kieső csapat között. Most minden olyan előjelünk van, hogy boldogan készülhetünk majd a folytatásra, és valóban ez talán a legnagyobb motiváció, hogy nagyon oda kell majd figyelni az első mérkőzésénkre, a pótlásokra, és számunkra csak ez adhat erőt most jelen pillanatban. 7 fordulót követően egy csapat a Szeged 100%-os a Szuperligában. A tabellán 4 ponttal 7. helyen álló NTK-t 3-3 pontos csapat követi, de mindannyian több meccset játszottak a nyíregyháziaknál. Végül nézzük a legfontosabb híreket ismét néhány mondatban. A következő 2 évben lehet még megvalósítani az előző Európai Uniós fejlesztési időszak során nyertes pályázatokat. A megye a 2021 és 27 közötti ciklusban akár 500 milliárd forintot is fordíthat fejlesztésekre a különféle programok keretében. A fő cél a munkahely megőrzés és teremtés mellett az egészségügyi, oktatási, közösségi intézmények és szolgáltatások felújítása, továbbá közösségi terek kialakítása lesz. Tovább folytatódott idén a Nyíregyházi Atlétikai Centrum építése, a közel 7 milliárd forintos projekt várhatóan jövő márciusban zárul. 3 új körforgalom létesült, és több helyen a csapadékvíz elvezetés is megoldódott a megyeszékhelyen. A belváros szívében a Bencúr és Besenyei terek, valamint a Kállai ház felújítása történt meg. Utóbbiban egy példa nélküli várostörténeti kiállítás is megnyílt. A szélsőséges időjárási viszonyok miatt csupán fele annyi alma termett meg idén, mint az elmúlt években.
A jelentős termés kiesés dráguláshoz vezetett, a legtöbb almafajta kilójáért több mint 500 forintot kell fizetni. Készlethiány mindezek ellenére sem alakult ki, a koronavírus járvány miatt bezárt korlátozottan működő vendéglátó egységek ugyanis a szokásostól jóval kevesebb gyümölcsöt rendeltek. December 24-én csütörtökön a Kölcsei Televízió híradóját látták, amelyen holnap este várjuk legközelebb Önöket, addig is, ha tehetik, látogassanak el weboldalunkra hétközben elhangzott tudósításokért. Munkatársaim nevében is megköszönöm figyelmüket, töltsék kellemesen az ünnepeket, viszontlátásra!